Sziasztok, Erik vagyok, és ez itt a Yu-Gi-Oh! Comic Club csatorna. Na most néhány hónapja, van néhány hete, kiraktam, hogy kérdezhettek, kérdezve a legvideó keretén belül, és ennek a videónak az elkészültének az ideje most van, úgyhogy én meg Norbi megválaszoljuk szépen a kérdéseiteket, kezdve a legrégebbiekkel. Tehát, Yu-Gi-Oh! Hungry 7, gondolom, akkor ide lehet írni a kérdést. Igen. Ami meglepett, hogy nem mondtam, hogy hova írhatjátok a kérdéseket, és egyszerűen nem kaptam kérdéseket. Tehát mostantól, hogy csak hogy fix legyen, a videó komment szekcióban lehet kérdezni. De ezt szerintem úgy is el fogom mondani még többször. Na mindegy, tehát Norbi, mit dolgozol? Lássuk, hogy mit dolgozik Norbi akkor. Ay. Yu-Gi-Oh! Hungry 7 kérdezi tőlem az, hogy mit dolgozom. Nos, Geri, meg gondolom te kérded. Én egy inas vagyok egy reklámcégnél. Mi világító reklámokat, poliesterbetűket, névjegykártyákat, esküvői meghívókat, étlapokat, és mindent, ami általában a reklámhoz tartozik. Ezzel foglalkozok. Hülye gyerek loser, ez a felhasználó neve. Kérdése. Pedig, hogy melyik a kedvenc lapod metódusonként? Na, lássuk akkor a medvét. Aztán pont itt van. Igen. Tehát a fúzió metódusban a Chaos Station Gear Giant a kedvencem. Egy szörny, ami hatástalanok a varázscsapdák, átüt a védelmen. Csataszakaszban terül az összes szörnyképességet, és még ráadásul minden szert megtámadhat 4500-zal. El nem lehet mondani, mennyire imádom. Szinkró szörny, kedvenc szinkró szörnyöm. Hát, azt mondanám, hogy a Cosmic Blazer, mert az az egyből, amin van, ami egy jelentős szinkró szörny. Na most X10 téren, én nem nagyon játszok X10 lapokat, de amit nagyon szeretek, az a Super Dread Juggernaut Rolly Cannon Liebe. Ez a srác itt. OTK játékos vagyok, na. De bírom az OTK-t. Rituálé lapok közül én azt mondanám, hogy a Chaos Mag Dragon, de ott van egy szinten a Black Luster Soldier, Super Soldier is, tehát rituál szempontjából ez a kettő így döntetlenbe áll. Hát Pendulum, a Pendulumot nem nagyon szeretem, mint olyan, de én azt mondom, hogy a Mighty Master of Magic, kedvencem. És a kedvenc Link szörnyem, az a kis szépség itten, Union Carrier. Nagyon szeretem. Úgyhogy ennyit erről a kedvenc lappai metódusonként. Ragnarsson, bocsánat, de a vaku nagyon kiszakítja azt. Fáj a szemem, azért nem tudok olvasni. Ragnarsson, mit jelent neked a Yu-Gi-Oh? Hát, hiszek vagy sem, de a Yu-Gi-Oh! Nem több számomra, mint egy hobbi. Egy nagyon addiktív hobbi, mert már annyiszor le akartam állni, meg azt mondom, hogy na, ott baszták meg, nem kell nekem. És mindig úgy maradtam, hogy csak játszom. Tehát egy addiktív hobbi, amit egyszer nem bírok abba hagyni. Nem az, mert szeretem a játékot, csak mostanság vannak olyan dolgok, amik kicsit nehezítik azt, hogy szeressem is ezt. De hogyha nem szeretném, amit csinálnék, és nem szeretném a Yu-Gi-Oh!-t, akkor nem csinálnám ezt a csatornát se. Úgyhogy értitek. De, mint hogy mondjam, a Yu-Gi-Oh! Nekem számomra csak egy hobbi. Nem egy életmód, nem egy élettél, nem egy nem tudom mi. Ez csak egy hobbi. Amiben pénzt tölök, és szeretem. Már amikor, de szeretem. Trejo Norbi, először is Norbi irányába, hogy még a kedvenc, a legkedveltebb szörnyed. Akkor lássuk Norbi választát. Először is, bocs, harassa fogom kéten a nevet, Rio Norbi, azt kérdi tőlem, hogy melyik a kedvenc szörnyem. Nos, tegyük fel a Gladiator Beast szörnyeket úgy, mint archetipust, kedvelem mindegyiket egytől egyig, de viszont, mint kedvenc szörny, én úgy mondanám inkább, hogy az Ojama
fivéreket, és az összes ojama szörnyet szeretem inkább. De úgy, hogy mint speciál egy szörny, például a Blue Eyes White Dragon, vagy a Black Magician, így, mint egy szörny, amelyeket szeresek, az nálam olyan nincs. Én inkább csak archetipusokat, vagy szörny csoportokat szeretek. Köszönöm mindenkinek a kérdést! Erik, meddig tervezett csinálni a Yu-Gi-Oh-t? Soha véget nem érős lesz, vagy egyszer eljön az ideje, hogy megunod? Hát, mint ahogy az előző kérdést megválasztottam, egyszer biztosabbra fogom hagyni, az nem ma lesz, de egyszer biztosabbra fogom hagyni, és kinyitottak ki az ajtót. Tehát nem tervezem örökké csinálni, a csatornát sem. Egyszer majd eljön az ideje, amikor azt mondom, hogy ennyi volt. Ezt a csatornát itt is most lezárom, de az nem a közeljövőben lesz, hanem nagyon a távoli jövőbe. Tehát ahhoz, hogy én abba hagyjam a Yu-Gi-Oh-t, a Konaminak egy olyan köcsög lépést kell megtegyen, ami azt mondja, amire már én is azt mondom, hogy na jó, van, kész, viszontlátás. Tehát nem lesz soha véget nem érős, tehát tényleg meg fogom unni, de mint mondtam, ez nem a közeljövőbe lesz. És végül gyapjas. Most időben ide értem. Hát, aki nem érti, annak annyit mondok, hogy a legutóbbi kérdez felelek videóban gyapjas is akart kérdezni, csak ő lekésett a kérdezéssel. De most itt van, úgyhogy lássuk a kérdését. Szóval, tervezel más jellegű tartalmat a csatornádra? Ez egy Yu-Gi-Oh! Témájú csatorna, úgyhogy érthető módon nem lesz más témájú csatorna. Most más témájú videó a csatornán a Yu-Gi-Oh-n kívül. Norbi akart volna valami gameplayt felvenni erre a csatornára, de azt mondtam, hogy nem, ez Yu-Gi-Oh! Nem lesz más videó a csatornán. Ez csak Yu-Gi-Oh! Tartalma videó lesz. Tehát Yu-Gi-Oh! Téma nem lesz más. És ezt nem tudom eléggé hangoztatni. Másik kérdése pedig, hogy te érzed a kártyák lelkét? Nos, nem az, hogy érzem. Engem a kártyák lelke éltet. Na, köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, idén még találkozunk, de előre bocsátom azt, hogy boldog karácsonyt, és boldog új évet mindenkinek. Sziasztok!